Sziasztok, kedves barátaim! Az időjárás már arra utal, hogy közeledik a karácsony. De karácsony előtt asztrológiailag lesz egy nagyon fontos nap, december 18-án, akkor van egyik rész az Ekádasi, de ugyanakkor ezen a napon van Gita Jayanti. Ez a nap, ami 5000 év ezelőtt, 5000 év, 100 valamennyi évvel ezelőtt megjelent a Bhagavad Gita, és a védikus írások magyaráznak, hogyha valaki ezen a napon elajándékozza valakinek, akar Bhagavad Gitát, akár ajándékba adja más védikus írást, akkor nagyon-nagyon sok karmától tisztul, nagyon-nagyon sok áldás kap ezzel kapcsolatban, és lelkileg fejlődik. Ezért szeretnék ajánlani nektek ezt a napot, hogy lehet venni és ajándékozni Bhagavad Gita-t vagy más szentírásokat, de hogyha valaki szeretne karácsonyra, arra is nagyon jó. Biztos már vettétek egy pár kedves barátoknak, rokonoknak ajándékokat, mellette még lehet adni Bhagavad Gita-t vagy más védikus írásokat, mert ezek a könyvek örökre meg tudnak oldani embernek minden problémáját, meg tudnak változtatni az életét, és segítenek embernek felébreszteni a szívébe a szeretetet, és ember boldoggá válik, mert látni fog a világot úgy, ahogy van. December 7-én és december 8-án igazából, hát 7-én mi csak 180 verset olvastunk, de 8-án felolvastunk az egész Bhagavad Gita-t elejétől végig is. Ez egy rendkívül kedvező, mikor valaki leül és egy nap alatt kiolvasa legalább a verseket. Nagyon sok áldás. Aki lát, nem vette észre, de meglátja, meghallja legalább egy pár másodpercet róla, nagyon sok áldásba részesül. Nagyon csodálatos ünnep, és nagyon felemelő, és lelki áldások, lelki hangulat, atmoszféra és boldogság. Iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok a videót, hogyha szeretnétek könyveket ajándékba venni, adományozni, írjátok erre a címre, vagy hívjátok a telefonon. Kellemes ünnepeket kívánok, felkészüléseket az ünnepekre, legyetek boldogok, elégedettek, és fejlődjetek lelkileg. Köszönöm szépen, Hare Krishna!